Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. Szülőklubot tartanak csütörtökön a Fiók Ifjúsági Klubban. Ez még nem is lenne önmagában olyan nagy esemény, hiszen minden hónapban tartanak hasonló rendezvényt. A mostani szülőklub témája azonban a designer drogok, vagy hogyha valaki jobban ismeri így, a herbálok. Vendégem itt a stúdióban Stenzinger Noémi, aki a Drogpontnak és a Fióknak is a szakmai vezetője, valamint Pápai Gyula rendőrőrnagy. Szeretettel köszöntöm mindkettőjüket itt a stúdióban. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük a meghívást. Na most, amit én a designer drogokról találtam az interneten, röviden utána néztem, a designer drogok olyan anyagok, amelyek azzal a célzattal hoztak létre, hogy az illegális anyagokhoz hasonló hatásmechanizmussal bírjanak. Mit jelent ez? Mik azok a designer drogok, és milyen veszélyek vannak? Egy kicsit szakmailag fogalmazzuk meg, de azért érthetően, hogy azok a szülők, akik ide elmennek, azok mit fognak itt kapni, mit tudnak meg a drogokról majd? Hát ha szakmai szempontból néznénk a témát, azt kell tudni az anyagokról, hogy a valódi, igazából azt mondom, hogy eredeti kábítószerek kiváltására egyfajta laboratórium, mesterség környezet létrehozott olyan anyagok, amely mindenkori hatályos törvény tiltása próbálják valami utómódon kijátszani. Itt vagyis? Különböző kémiai anyagokkal itatnak át növény származékokat, annak érdekében hatásuk olyan legyen, mint mondjuk egy korábban ismert mondjuk kannabisz származéknak. Akkor ezért van a designer. Így van, designer átalakítani, alakítani, létrehozni, tehát igazából itt az, hogy a szintetikus szereket csinálják meg úgy, olyanná, hogy az hatásba megegyezzen mondjuk egy korábbi úgynevezett klasszikus kábítószerével. Most a klasszikus kábítószerek ugye tiltottak, ezek viszont nem, mert hogy? Igen, tehát nagy egésznek az érdekesség annyiban, hogy itt mindig azokat a szabályzókat, az előállítók igenis tisztának abban, hogy mit lehet és mit nem lehet, olyannak próbálják beállítani, hogy ez valamilyen hát hangzatos névvel tömegnövelő, serkentő, fürdősó, növénytápszer, fürdősó, macskalom, porszívatosító, tehát különböző hangzatos nevekkel kísérleti tápszer, hogy a hatóságok, tehát minden adott országnak mondjuk a rendőrsége, pénzügyőrsége, vámőrsége, valami úton módon hát ez ne szúrja nekik szemet. Tehát aki akkor ezt megveszi, akkor ő nem drogot vesz, hanem macskaalmot vesz, meg fürdősót vesz, papíron, nagyon meg teát vesz. Így van. A fiatalok, illetve azok az emberek, akik ezzel élnek, igenis tisztának azzal, hogy ezek úgynevezett álnevek, ezek csak hát a úgymond nagy közönség, vagy a laikusok számára tűnjön ez így. Szülőket könnyezen megtéveszteni. Miért olyan veszélyesek ezek? Hát ugye nagyjából azért már lehet tudnia abból, amit ön elmondott, hiszen gondolom követhetetlen, hogy ebbe aztán mi pontosan van. Így van. Tehát az Unióban ezt a szakemberek úgy mondták, hogy hetente egy új anyag keletkezik, ez a kémiai laborok mellékterméke. Magyarországon 2011-től közel 40 féle anyagot azonosítottak a Bűnügyi Szakértők Kutatóintézet Budapesten. Kiket érint ez a drog? Kik azok, akik ezzel élnek, Noémi? Egy picit szeretnék még pontosítani a kérdéseddel kapcsolatban, illetve a válaszsal kapcsolatban. A designer drogokhoz nem csak a herbál tartozik hozzá, hanem többféle designer drog van, viszont most ezen a szülőklubon inkább a herbál problémájával szeretnénk foglalkozni, mert ez előtérbe került most itt a városban, a városi szinten, középiskolákban, már általános iskolában is, és a Fiók Ifjúsági Klubban is már volt ez ügyben előadás és beszélgetés a fiatalokkal. Fiatalok azok, akik használják, 12 és 18 év közöttiek általában, és inkább az ő szüleiket várnánk ide a szülőklubba majd csütörtökön délután, mert szeretnénk, hogyha a szülők is képben lennének. Sőt, szeretnénk akár még a pedagógusokat is megkérni, hogy jöjjenek el. Annyira új jelenség ez most Magyarországon is, az egész országban, de a városunkban is, hogy jó lenne, hogyha mindenki tiszta, hiteles információkat kaphatna. 12 éves, jól hallom? Tehát jól értem, mert ezen fennakadtam, mert az, hogy 18, 20, 22, oké, de hogy 12, az nagyon fiatal. 7. 8. osztályosokat is érint már ez a probléma. Akik annyira nincsenek is tisztában azzal, hogy mit szívnak, dohányhoz hozzákeverik, és nagyon sok problémát okozott mostanában a klienseink körében is, a szülők körében is, mert akik ilyen herbálos cigit szívnak, nem tudják, hogy mit fogyasztanak, és nagyon sokszor rosszul vannak tőle. Aztán a gyerekek ugye egymást ápolgatják, gyógyítgatják, amikor valamelyikük rosszul van.
kell erről beszélni, azt gondolom. Hát gondolom, nem tudja, hogy mi van benne, akkor a hatásmechanizmus is teljesen különböző lehet. Tehát lehet, hogy csak fejfájást okoz, lehet, hogy jól érzi magát tőle, de lehet, hogy mondjuk durvát mondok, kap egy agyvérzést, vagy bármit. Többen kerültek a kórházba, a sürgősségi osztályra. Itt Mosonmagyaróváron is? Mosonmagyaróváron is tőle. Törvényi hátterét mi nem lehet ennek szabályozni? Tessék mondani. Hát egy nagyon érdekes kérdés. Amikor az első anyagok megjelentek itt a területünkön, hogy a 2005-es évet vehetjük úgy kezdésnek, azon a jelzésértékkel értünk megfelelő fórumokon, megfelelő szinteken, és ezt más kapitányok is megtették. Sajnos lassan, azt mondjuk, lassan működnek ebben a szempontból a törvényalkotásnak. Célistára helyezték egy részét a dolgoknak. Ez azt nevezi, hogy pontosan összeszedték az előállításra szükséges anyagoknak azon listáját, amelyek az alap. Mert itt általában az előállítás során mindig játszanak a készítők azzal, hogy egy-egy elemet hozzátesznek, egy-egy elemet elvesznek, ezáltal próbálják azt elérni, hogy hát ez már nem az anyag, ez egy teljesen más kémiai lánc, egy teljesen más kémiai összetétel, ezáltal ez már nem ütközik mondjuk, és itt megpróbálták szűkíteni a jogalkotók végre 2012 évben, hogy az ünnep célistára rátették ezeket, kivonták kvázi őket a forgalomból. Ahhoz képest még mindig vannak. De hát könyörgöm, 12 és 18 év közötti gyerekek használják. Tehát akkor sem fogyaszthatnának elméletileg ezek a fiatalok. Roppant érdekes magának, ha visszamegyünk oda, hogy hogyan szerzik meg a szert. Ugye itt a világháló az egyértelműen az a segédeszköz, amivel az anyag eljut a fogyasztóhoz. Tehát ezek azok az oldalak, amelyek megtalálhatók, hozzáférhetőek, semmiféle korlát nincs benne, és a fiatal egyik másiktól, ugye információ nagyon gyorsan cseri a gazdát, megszerzik, megrendeli, és kvázi a lakására kapja meg az anyagot a fogyasztó. Most nulla előképzettség kell hozzá, meg kipróbáltam. Tehát felmentem a netre, a gép bekapcsolásával együtt 5 perc. Keresőbe beütöttem, és már is hozza az oldalakat, ahol ezek a szerek hát megszerezhetőek. Hozzászólások, kommentek, nem tudok rendelni, miért nem tudok rendelni, tehát így most viccesen hangzik, de nagyon durva. Fórumok, minden van, tehát ez nagyon érdekes, és ugye éppen ez volt a jogalkotó lényege, hogy ezeket a dolgokat valamilyen úton szűrni, de nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Tisztességes szülő vagyok, rendesen nevelem a gyerekemet. Mégis veszélyben van az én gyerekem? Mit lehet csinálni? Hát, hogyha a gyerek olyan környezetben nevelkedik föl, hogy nyugalom van, hogy bizalmas a légkör, hogy a szülőkkel meg tudja beszélni a problémáit, akkor az egy védőfaktor mindenképpen, mert ilyenkor azért a gyereknek az önvédő vagy énvédő mechanizmusai szépen kifejlődnek. Hogyha elkövet egy-egy hibát, de azt mindig megbeszélik otthon, a tanulságokat levonják, az is védőfaktor. De mindenképpen a kamaszkornak életkori sajátossága az, hogy keresi a kihívásokat, keresi a különleges élményeket, keresi azokat az alternatívákat, ahol jól érezheti magát. Ez benne van a pakliban, hogy például egy ilyen alkalommal valamit kipróbál, de ekkor sem kell még annyira kétségbe esni, én azt mondom a szülőknek, mert hogy mi is voltunk fiatalok és kamaszok, és biztos mindenki követett el hibákat, csak hogyha kellően tájékozottak arról, hogy a használatnak mik a következményei, hogy mik lehetnek azon a kellemes bizsergésen és a kellemes jó érzéseken kívül, akkor meg tudja fontolni azt, hogy használni akarom, vagy nem. Mindenképpen meg kell tanítani a gyereket a nevelés során, az otthoni légkörben arra, hogy nemet tudjon mondani, hogyha ő nemet szeretne mondani, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe, hogyha bekínálják, és nem akarja annyira elfogadni, de mivel hiányzik ez a képessége, készsége, nem annyira tudja ezt mondani. A kamaszoknak azért az ellenkezés is elég erőteljes tulajdonságuk, meg a szembe helyezkedés a szülőkkel, tehát hogy lehet, hogyha van egy jó kapcsolat, akkor sem biztos, hogy az az első, hogy hát, hello, egy herbállal kínáltak meg éppen. Hogyan tudjuk ellenőrizni a gyereket? Tehát mik azok a jelek, amik esetleg arra utalhatnak, hogy szert használ? Mármint, hogy amik már így aggodalomra... Igen, hogyha esetleg a gyerekről hát, feltételezzük, vagy nem is feltételezzük, csak mondjuk azért szeretnénk képbe lenni vele. Hát az aggodalomra okot adó jelek, hogyha megváltozik a gyerek hirtelen,
hogy a maga a viselkedése. Például elkezd nem beszélni otthon semmiről, megváltozik a tanulmányi eredménye, romlik a tanulmányi eredménye, nem, előfordul, hogy nem megy iskolába, hogy vannak olyan órák, amiket kihagy, és akkor az iskola jelez, hogy igazolatlan órák vannak. Hogyha a szülők felé mondjuk teljes hírzárlatot kezdeménye, vagy hát a hírzárlat jelentkezik, ha a barátok megváltoznak, ha heves érzelmi kitörései vannak a gyereknek, ilyeneket tudok elmondani. De erről bővebben tudunk majd beszélgetni a szülőklubban. Egy-két nevet mondjon, mik azok a szerek, amik most itt nagyon mennek a városban, meg egyetlen az országban. Mert... Nagyon érdekesen itt a nevek, mert tulajdonképpen itt majdnem olyan, hogy betűkódok vannak. Tehát vannak fantázi nevek, ugye, de teljes igény nélkül azt mondom, hogy azt mondom, hogy Formek, vagy MDPV, vagy IVH, vagy AM241. Azt hiszi a szülő, hogyha ezt meghallja, valami rövidítés mondjuk kódok. A Facebookon, így vagy hasonló. Így van, tehát valamilyen kis, azt mondom, ilyen saját belső kódot használnak a fiatalok. Ők igenis tudják, miről van szó, és ez mikor, mire, hogyan. Mi minden segítséget kaphatnak majd a szülőklubban még csütörtökön? Tehát milyen kérdések fordulhatnak elő, vagy mi az, amire számíthatnak? Hát szeretnénk elmondani a segítségnyújtó helyeket, hogy hol kérhetnek segítséget a szülők, és most szegény fiatalok ellen úgy tűnik, mintha ő ellenük szólna ez a beszélgetés. Én azt gondolom, hogy azt kell megérteni, hogy nem ellenük szól ez a dolog, hanem mi éppen értük vagyunk, és értük dolgozunk a Fiúk Ifjúsági Klubban is, a különböző pszichológiai, pályaválasztási, munkavállalási tanácsadásokkal is értük, illetve a drogpont szenvedélybetegeket segítő szolgálat is értük van, hogy az ő problémáikra keressük a válaszokat, úgyhogy ezt azért el akartam mondani, hogy nem egy ilyen összefogás van most a fiatalok ellen, hanem pontosan értük, mert akikkel beszélgettem fiatalok, azok is kétségbe estek akkor, amikor őszintén leülve velük megbeszéltem azt, hogy hát igen, ez elvileg nem bűncselekmény, gyakorlatilag az pedig bűncselekmény, hogyha ezt meg azt csinálod, és ők is teljesen váratlanul és meglepődve tapasztalták azt, hogy hűha, hát akkor ez annyira mégsem olyan buli, hogyha ilyen sokan rosszul lettek tőle, és ők maguk is megijedtek. Meg hát ugye úgy is bajba kerülhetnek, hogyha fogyasztja, oké, 12-től 18-ig mindenképpen bajba kerül, hogyha fogyasztja, de itt nagyon könnyen belecsúszhat abba, hogy esetleg továbbadja is. Az pedig már ja, ugye... Teresztő magatartás, amikor valaki nem átadja, hogy mondom, kezdve már bűncselekmény és akkor gondolom, eljárunk vele szembe. És azt nem is biztos, hogy tudják, vagy egyáltalán fölfogják. Részinformációk rendelkeznek. Tehát ugye a negatív oldal nagyon nem szokták megbeszélni más között. Tehát a kortársak nagyon sok mindent tudnak egymás között, nagyon jól tudják például mit, hogyan, merre, miért, de nincsen tisztán mondjuk a törvényi háttérrel. Mennyire szaporodott meg egyébként a hasonló ügyeknek, tehát akik mondjuk ilyen drogügybe keverednek nagy most a rendőrségnek? Ugye az a helyzet, hogy a maga fogyasztás helyszín is teljesen átstruktúrálódott az elmúlt időszakban. Magán lakásokon, tehát legtöbbször otthon, oda-haza történik a fogyasztás. Tehát a köztért a fogyasztás, illetve a szórakozány történik a fogyasztás, az ilyenkább háttérbe szorult utóbbi időbe, és ha nem történik semmilyen úgymond negatív hatás, és lezajlik maga a fogyasztás, akkor nem lesz igazából semmiféle olyan jel, ami alapján nekünk lépni kellene benne. Akkor így nagyon nehéz tetten érni ezt a... Így van. Tehát önökhöz már az jut, aki nagy bajban van. Pontosan így van. Vagy beteg lett, vagy aki átadta és tetten értek, de hát gondolom ez nehéz. Segítségnyújtó helyekről is akkor adnak egy kis tájékoztatást, hogy hova fordulhatnak. Azért néhányat mondjunk el itt a városban, kikhez lehet fordulni. Drogpont, önökhöz nyilván. Igen, hát olyan tág információkat most nem tudok mondani, mert nem készültem föl, de mindenképpen fogunk adni nekik olyan kis szóróanyagokat, ahol akár névtelenül is be lehet telefonálni, anonim telefon, tehát hogy úgy lehet betelefonálni, hogy nem kell megmondani a nevet, illetve az interneten is olyan segítségnyújtó helyekről, ahol lehet e-mailt írni, és nem kell neveket említeni, tehát hogy valahol már elkezdődjön egy segítő folyamat,
a fiatalok részére is, illetve a szülők részére is, hogyha nem is nagyon akarják, hogy ezt így nyíltan megbeszéljük egymással, vagy nem merik még nyíltan vállalni a problémáikat, de valahol elindulhasson egy folyamat, hogy ami egy bizalmat ébreszt fiatalban, szülőben, hogyha segítségre van szüksége, hová akkor fordulhat. Szülőklub tehát most csütörtökön is 6 órakor, és ugye hát ajánljuk mindenkinek, mert azért ez egy abszolút mostani reális veszély, nem csak úgy beszélünk a drogokról, hanem ez tényleg itt van, és bárkit érinthet, és ami a megdöbbentő, amit elmondtak, hogy tényleg 12 éves kortól, ez azért azt hiszem, hogy nagyon kemény és nagyon veszélyes dolog. Köszönöm szépen, hogy itt voltak és megosztották mindezt velünk. Köszönjük mi is a lehetőséget. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is. A viszontlátásra!